Szinte rá sem lehet ismerni Jászkarajenő több intézményére. A mesekert óvoda épp úgy megszépült, mint a Széchenyi István általános iskola, a művelődési ház és az idősek otthona. A település önkormányzata pályázaton nyert összesen mintegy 250 millió forint uniós, valamint hazai forrást az említett épületek energetikai felújítására. A külső szigetelés, az összes nyílászárónak, ajtó, ablaknak a cseréje, lábazatszigetelés, födémszigetelés, tehát energetikai szempontból szinte minden, ami ide tartozik, és még emellett, ami egy nagyon fontos dolog, hogy napelemek lettek elhelyezve minden épületen. A napelemekkel pedig nem csak, hogy pénzt spórolhat a település, de még megtakarítása is keletkezik, tette hozzá az ünnepélyes avatón a polgármester. Egy település fejlődése közös siker, erről már az önkormányzatokért felelős államtitkár beszélt az avató ünnepségen. Bogácsás Tibor gratulált a jászkarajenői önkormányzatnak és a település minden lakójának. Az önkormányzatoknak meggyőződésem szerint az egyik legnagyobb feladata az, hogy olyan jövőképet tudjanak felvázolni, olyan jövőképpel tudjanak dolgozni, amely a településen élők, itt az önök esetében, az önök életében ad lehetőséget, ad perspektívát, mutat utat arra, hogy az adott településen élni érdemes. Jászkarajenő nagy fejlődésen ment át az elmúlt években. A térség országgyűlési képviselője folyamatosan segíti a helyi önkormányzat törekvéseit. Földi László beszédében úgy fogalmazott, egyre nagyobb öröm Jászkarajenőre jönni. Az, hogy látni a virágos főutcát például, látni a díszkivilágítást így az adventi időben, látni azt, hogy járdák épülnek. Most is éppen mondtam a munkatársamnak, amikor jöttünk, hogy épül tovább a járda ott a iskola utáni szakaszon. Jó esőérzés, hogy rendben van a temetőjük, ami kulcskérdés, meggyőződésem. Jó esőérzés az, hogy most iskolát, óvodát, idősek otthonát tudtuk ebből a pénzből felújítani. A felújításhoz a ceglédi tankerület igazgatója is gratulált. Fodor Gábor elismerően szólt a beruházás során tapasztalt összefogásról. Hogy amit mi ehhez mellé tudunk tenni fenntartóként, akkor az a biztonság. Mind az idei, mind a jövő évi költségvetésünk egy nagyon komoly biztonságot jelent az intézmények működése, fenntartása, személyi juttatásai tekintetében. A felújításban érintett intézmények nevében Antalné Petrovics Erika mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a 4 milliárd értékű beruházásban. Ezzel összességében közel 500 az intézményeket használó vagy ott dolgozó gyermek és felnőtt környezetét tették komfortosabbá, melegebbé, esztétikusabbá, és hát természetesen, ami a fő cél volt, energiafelhasználás szempontjából takarékosabbá. A megújult épületek átadását jelképező nemzeti színszalagot az államtitkár, az országgyűlési képviselő és a polgármester közösen vágta át. A történelmi egyházak képviselői megáldották a beruházást. Állja meg ezt a hajlékot! Az ünnepséget a helyi óvodások, általános iskolások, valamint a dalkör műsora zárta.